Készüljetek fel, szerintem át fogom magamat backstabbelni ezen a környéken. Túl sokáig tart vágni őket. És már csak valahogy fel kéne menni anélkül, hogy lelőjönnek. Pajzs ott elő! Backstabbet fel. Rúta a lépcsőn. És backstab. Gurulj csak le, tepöcs. Uram, atyám. Közben valaki még hátba is akar támadni engem. Haj. Légy csak haj meg. Ez egyetlen egy kérésem tőled. Ott van, ez nem egy közkapu, oké. Egy lift fel. Lehet, hogy előbb kinézünk azon az ajtón, miatt még feljebb mennénk. Kicsit fáj a fejem, de nyugalom, nem lesz semmi baj, te egy mimik vagy? Nem. Kunkorodik a láncot, szóval nem lesz mimik. Twinkling Titanite, király! Szeretjük ám a Twinkling Titanite-ot. Ezt a liftet valóban nem, lecsekkoljuk nem sok el, de még átnéznék ide. Ó, még több kristályember ott vár engem. Ó, ez egy csapda akart lenni. Elbasztáltok az időzítést. Én csak hátba akarlak szúrni. Vagy feldarabolni. Intézzük le ezeket is. Aj, kell, hogy nem haltál meg. Ijjajaj, csak a staminámat nem... Mert inkább a staminámat, mint az életemet, szóval... Kéne egy pajzs, és meg kéne tanulnom parryzni. Be wary of mimicry. Mimicry? Kösz a figyelmeztetést, töki. Tényleg már volt haver, ugye ez most már kristály, akkor... Értékeljünk. Hú, haver, te vagy a hősöm. Szívesen a humanity-t. De aztán ne körzd el hülyeségekre. Ezt én csak felfel tudunk haladni. Várnom is én haver. Még több Twinkling Titanite, ebben már sisakon tudnám fejleszteni, vagy... Nem is tudom, mit kéne. Igazából mindegy, hogy melyikkel folytatjuk tovább. Na. Ez a pencél kurva frankon néz ki. Haver, itt minden csupa kristály vagy jég. Nem tudom, mi akar lenni. Ezt azt hittem, hogy össze tudom törni, de tévedtem. Oh, hello! Fetrollolsz, mint egy ribanc. Nem szégyeld magad? Nincs rólad haj. Ez ilyen ember volt még, mert volt puha része. El kell kapni a gyíkot. Kapd! Aj, haver, ez tele lett volna a Twinkling Titanite-tal. Hogyha először nem szúrtam volna, mint egy retardelt, az egyébként totál véletlen volt, akkor most lenne kettő Twinkling Titanite-om legalább. Na mindegy. Át akkor ezen a fos kötkapun. Jézusom. Erre most én nem számítottam, haver. Hogyan kell téged megölni? Oké, én félek. Jézus, merj a haver. Mi vissza lehet menni? Oké. Jaj. Oké, nem számítottam, hogy ezért most találkozni fogunk. Most őszinte leszek veletek, még régen, mikor még nem játszottam ezzel a játékkal, akkor gameplayeket néztem, ismerem ezt a bosszot, sajnos nem tudtam, hogy itt lesz. Igazából sem tudom, vissza lehet menni, csak kurvára megijedtem tőlem. És itt van az, amikor a hasznát tudjuk venni a Sacrifice Ringnek. Nem lövöm le a point, hogy miért, de valóban itt van az, szóval... Use... Ja, nem akarom droppolni. Akkor itt kéne felvenni, te barom.
Szóval, ja, ez egy olyan boss, amit sajnos ismerek, több boss nagyon már nincs, tudtom valamiről, tudnék bármit is, de ezt a boss-t még annó tudom, annó nagyon régről ismerem, szóval... Tudom, ha itt használt veszük a Sacrifice Ringnek. 39 ezer lelket végül is így meg tudok menteni. Ha lenne humanity, akkor sokkal több értelme lenne, de... ne. Sajnálom, hogyha valakit zavar az, hogy kicsit nagyobb tudásom van, mint amit elvártak tőlem. De a játék itt jól megszokott egyébként. Végül is megengedi, hogy kimenj. De valóban itt elveszítenéd mindenedet. Vágom, összetört a gyűrűm, leszorom. Csak vissza szeretném venni Havelnek a gyűrűjét, ami itt legfelül van. Jaj, ne, a kígyó emberek visszatértek. Nem tudom leszúrni a... De, ha, ennyi szólad. Nem tudom, hogy ezt a bontfejért fel akarjuk-e majd kiindulni. Inkább nézzük meg, hogy tudunk-e valamit fejleszteni. Szerintem folytassuk a leggings-el. Zsír most 47-es. Nézzük meg, hogy... melyik a jobb? Még a Stone Leggings. Ezt most így megmondom nektek. Hé! Hey, egyesen 3. Itt a börtönben 3 csávon. És várják, hogy elejtsem a szappant, vagy mi? Nem túl kedves. Mert hogyha egyszer meghalok itt ezen a környéken, akkor szerintem majd felkindlőzöm ezt a tüzet, de most még feleslegesnek találom ezt a dolgot. Szóval ráérünk. It's locked. Tehát, hogy a gyűrű, illetve a kulcs itt volt ezen az emberen valóban. Itt is tudtam volna távozni, és a négereket ki tudtam volna kerülni, akik csak arra várnak, hogy eldobjam a szappant, elejtsem pontosabban. It's locked. Akkor ez az ajtó bekaphatja, megyek akkor ezen. Hú, egy átvezető is jön. Hú, mit csinál a kígyó ember? Ez egy nagyon-nagyon gyönyörű muzsika. Ezek nem tudom mi a faszomok, haver, de ezek is nagyon kedvesek. Biztos berakott egy Lil Wayne számot, és most jönnek a Lil Wayne koncertre. Mivel mindenki szereti Lil Wayne-t. Tévedek? Hova a pöcsönbe futsz, haver? Ők is menekülnek ezek elől a lények elől, vagy mi? Nem menekültök sehol, kapjátok be! Nem mész fel, kölyök! Oké, okay, haver. Jézusom, ezek már itt jönnek. Én is fel tudok mászni? Uram, atyám. Oké, okay, felvették a pozícióikat, szóval... tovább nem mennek. Ez amúgy így zárva van. Miért akartatok ide feljönni? Vagy van itt valami? Jó sok könyv, haver. Kiveltem a Harry Potternek a harmadik részét, az volt a legjobb, haver. Igazából nem tudom, melyik volt a legjobb. Az utolsót azt élveztem. Ezt kifejezettem. Még annó, mikor... a megjelenés után egy évvel olvastam, jutottam el a hazarészhez, fogalmam sincs. Ezek a lények viszont elképesztően ijesztőek. Nem tudom, mit akar. Darsonba akarja lövelni a fehér cuccosed. Kettővágástól meghalnak. Nézd, ezeknek is ennél ölelős elkapós támadásuk, szóval csak óvatosan. És
Emlékeztek, mikor megöltem azt a nőszemélyt a festett világban? Akkor valaki mondta, hogy ha minden igaz, akkor ennek a Seth, vagy Seathnek, de Scalesnek a lánya volt a sárkánynak, akivel az előbb találkoztunk, aki elárulta az összes sárkányt. És még az intróban megtanulhattuk, hogy elárulta az összes sárkányt. Valaki azt mondja, hogy annak a lánya, de pontos információt nem találtam erről a Dark Souls Wiki-n, szóval nem tudom, mit higgyek én. A legviccesebb ebben a játékban az, hogy nincsen a játéknak története, hanem a játék kibaszott háttér történetekből el. Ez a legjobb az egészben. Történet helyett háttér történetek, de azokból meg millió, szóval... Ezért különleges a Dark Souls világa, és én ezért is szeretem nagyon. De lehet, hogy hazavágnak és szarrá gengrépelnek, hogyha egyszer elkapnak, bekerítenek mondjuk mindannyian. Szóval fogjuk óvatosra a harcot. Miért akartad megölni az oszlopot, haver? Ha egy koszos hippi vagy, akkor öleljél fákat. Hogyne. Jó nagy fogaskerék. És itt ilyen időzítőt hallanék. Lehet, hogy ezen el fog múlni időben. Halló. Ó, az valamiért meg kettő támadás is kibírt, mert ilyen buffolt ellenségek vagytok. Kettő izém. It's lagged. Hello again. What a chance meeting is. Ó, veled már találkoztunk korábban. Such a storehouse of knowledge, so close but just out of reach. The thought offends me so I could simply die. As a student of the arts, you understand me. Ja, haver, szomorú, itt találkozunk újra. Franco, most is a kulcsommal, a kulcsommal már nem tudom kinyitni, szóval találunk egy másik kulcsot. Remélhetőleg fogunk is, mert ott bent még van valami item is, amit fogalmam sincs, hogy mi a fasz lehet, és fel akarom venni, szóval... Ja... Én csak a kulcsot szeretném. Bár nem tudom, hogy hol lehet, szóval... Talán majd máskor. Csak ha találok valami kulcsot, akkor majd visszajövök. Oh, hello, kígyó népség. Hogy költek ide a kígyó népség? A játék miért kezdi ismételgetni az... Oh, itt egy kölyök kígyó. Húha, azzal akarok végezni. Há, megöltem a gyerekeiteket. Na, hadd idegek egyet. Nem tudtam backstabbelni sajnos. Téged már tudtadok? Ennyit rólad. Á, túlélted viszont. Ezt meg tudom húzni, hogy elálljon. Mert ez a zene egy szar, haver. Nekem ne Lil Wayne-t, hanem Justin Bieber-t nyomassanak, vagy One Direction-t, nekem tök mindegy, leszorom. Te nem egy mimik vagy. Ó, azt hiszem, megvan a kulcsom a csávóhoz. Egyszer remélem, hogy megvan a kulcsom a csávóhoz, de egyáltalán nem biztos, hogy ez az a kulcs. Valamiért van egy olyan megérzésem, hogy nem, kicsit nehezebben tudom majd megszerezni azt a kulcsot. De gondolkodjunk kicsit pozitívabban, mondjuk azt, hogy ez az a kulcs, ha ön... Hé, hey, megtaláltam a kulcsot! It's locked. Valahogy éreztem. Lent valahol volt egy nagy kapu, ott van, lehet, hogy ahhoz való. Nem, az egy oszlop, az nem is egy kapu, mekkora balfasz vagy, mert Péter... Akkor másszunk vissza. Vagy megint menjek vissza, és ott fent is volt egy kapu, ami zárva volt, de itt fent nem néztem körbe elég alaposan. Lehet, hogy itt fent van még egy kapu. Bár... nem tudom. Itt fent tudja, hogy nincs. Franco, akkor visszamegyünk oda, ahonnan kezdtünk. Hogyha egy lusta pöcsönnek, akkor majd homeworld bónoznék, de mivel... És egy lusta pöcs is vagyok? Hogyha több homeworld bónom lenne, háromnál, akkor valószínűleg meg is tenném ezt a dolgot. De sajnos nincsen elég homeworld bónom ilyen bravúrokhoz.
Szóval marad a séta. Pontosabban a sprint. Hát feltek meg miért. Gyertek! Hey! Hello! Plusz 800 élek nekem, azt hiszem 400-et adtok fejenként. Ójjjj, oh, mellé vágtam. 481, nekem ad is megteszünk. Van itt valami értelmes? Itt van egy item? Egy plunging-ot tudtam volna nyomni, csak egy fasz vagyok. De meg hiába védekedem. Ah, most megmondom, ezzel tudom kiszabadítani az emberünket. Akkor megyünk visszafele. Remélhetőleg valóban ezzel tudjuk kiszabadítani. Ok nélkül nem akarok oda-vissza szaladgálni ezeken a hosszú lépcsőkön. Na kérlek. Pöcs! Fasz! Segg, haver! Igen, ilyen szép dolgokat kell mondanom ezektől a szaroktól, haver. És haverral kell kezdenem a mondatot, meg haverral is kell zárnom a kurva életben. Átlettem verve. Hiú reményeket ébresztenek bennem. Ide való az extra kulcs. Ah, mondd, hogy ez az a kulcs, haver. Mondd, hogy ez az a kurva kulcs. Nem az volt. Ez csak egy lélek. Ott van valami item, lehet, hogy ott van a kulcsunk. Hogyan kell oda eljutni? Halló? Gyere, szabad vagy? Hazudtam. Szabad vagy meghalni? Ezek a hülye kristály emberek. Nincsen semmi. Oké, haver, én vállalom a fall damage-et. Ott hol van már az az item? Az eddig itt volt valahol. Túlmentem rajta, mert? Ti is láttátok azt az item-et? Ott van, né? Nem tudom, hogy kell megszerezni. Szóval fuck it, én felmegyek. Ha ehhez se való a kulcs, amit szereztem, akkor én nagyon-nagyon szomi leszek. Elképesztően szomi. Na legalább ehhez van egy kibaszott kulcsunk. Itt a fény valamiért aggaszt engem. Sok kristály. Hú! Ez egyáltalán nem volt fair. Aj, haver, tudtam, hogy pont el fogja lőni a nyilvesszőt, de én meg nem figyeltem. Valahol közelben nem akarnak egy bonfire-t adni, ez egy csapda volt. De én kijátszottam a csapdát. Egy item? Mi lehet az? Kristálykardok, amiket nem lehet javítani, szóval... Ja, ki a faszom használni. De lehet, hogy OP-k. Azok mellett, hogy nem lehet őket javítani. Sniper spot. Csak ki tudom szedni, akkor értékelem az üzenetet. Hova lett? Ah, ott van fenn. Ő is ki tud engem szedni, haver. Ah, Dark Souls. Kibaszott hitboxok. Most se találtam el. Most már el? Oké, ez túl sokáig fog tartani. Szóval, azért megérdemel ezt a gyűzőt. Nem ezzel félrevezetni az barátomat. Ezen van egy, ezért, uram atyám. Ezen van egy értékelés, akkor ez biztos jó is. Szent szar, ezek úgy haza fognak engem vágni. Azt hittem, hogy le is vetem magamon. Semmiben. Az lett volna kurva jó. Na gyere. Lehet téged backstabbelni? Nem, de el tudsz teleportálni. Igazán fel... Á, oda elém. Kérlek ne.
please, no.